Szia! A mai nap az elmúlt évek egyik leggyakrabban adott érettségi tételét fogjuk átnézni, vagyis a Lucsáfarult Mihály Eminescu-tól. Nekem ez a kedvenc román művem, mert Eminescu olyan zseniálisat alkotott, amiért talán egyetlen román író vagy költő sem. Véleményem szerint ezzel a verssel kezdődik és végződik a román irodalom. A véleményemmel nem vagyok egyedül, hiszen erről az egy műről többet írtak a kritikusok, mint az összes többi román versről egy helyen. Az első kiadás 1883. áprilisában történt. Eminescu majdnem 10 éven keresztül írta ezt a verset, 1874-től 1882-ig. Titu Maiorescu segített átjavítani, és több változtatás után jelent meg nyomtatásban a vers. Témája egy királylány szerelme az esthajnal csillagba, ami egy szimbólum, közönséges halandó szerelme a zsenibe. Forrásanyagai nagyon sokrétűek, az alapmű az egy máramarosi mese, az Aranykertbéli lány című, amiben egy sárkány beleszeret a királylányba, az Aranykertbéli lányba. A lány pedig megkéri a sárkányt, hogy változzon a kedvéért emberré. A sárkány megpróbálja, elmegy Istenhez, és megkéri, hogy változtassa emberré, de amíg úton van, a királylány beleszeret egy emberbe, egy szolgálóba, a sárkány pedig visszatértekor annyira mérges lesz, hogy egy hatalmas sziklával megöli a szerelmeseket. A versből Eminescu bizonyos elemeket megtart, az alaptörténetet, de humánus életfilozófiája nem engedte, hogy a verse végén megölje a szerelmeseket. Másik forrás az Schopenhauer felsőbbrendű ember filozófiája, miszerint vannak bizonyos emberek, akik nem közönséges halandók. Ezt a filozófiát és Nietzsche meglátásait dolgozza át később Hitler, és ebből bontakozik ki a II. Világháború német eszmeisége. Harmadik nagy forrásként görög, egyiptomi és román mondák, illetve legendák szerepelnek. A forrásanyagként Eminescu maga 1500 kötetnyi címet említ meg egyik levelében, így ez a három, amit kiemeltem, csak a jéghegy csúcsa. A történet maga követi a máramarosi mesének a cselekmény szálát. Egy királylány minden este gyönyörködik az esthajnal csillagban, aki egyik éjjel a lány hívására megjelenik álmában, szépséges férfi alakjában. A lány kéri, hogy változzon emberré, az esthajnal csillag viszont nem tudja feladni halhatatlan mi voltját, de elhívja magához a lányt, hogy éljen vele. A lány vonakodik, hiszen ő az emberségét nem tudja levetkőzni. Második este az esthajnal csillag démon képében jön el, a lány nem ijed meg, megismétlődnek a hívások, és az esthajnal csillag elhatározza, hogy emberré válik a királylány kedvéért. Az esthajnal csillag megjelenése az Buratorul, vagyis repülő ember, egy ördögi alakban megjelenő démon a román mitológiában, aki éjjel álmukban a lányokat és a fiatal asszonyokat kínozza. A második rész földi síkon játszódik, és a lány nevet kap már. Egy udvarbéli apród csábítja el, Katalin nevezetű, ebből is látszik, hogy a királylány és az apród egy helyre tartoznak. A harmadik részben az esthajnal csillagnak neve van, Hiperion, aki elmegy Demiurgoshoz, Isten alkotó megnyilvánulásához, vagy nevezzük angyalához, hogy emberi életet kérjen, de Demiurgosz megtagadja, hiszen a világ Demiurgosz része. Hogyha elpusztít a világból egy rész, akkor gyakorlatilag saját magát és a teljes világot semmisíti meg. Demiurgosz megmutatja a királylányt és az apródot magasból Hiperionnak, hogy ezzel is bizonyítsa, a csillag és a királylány nem tartoznak össze. A negyedik rész Katalin és Katalina szerelmes párbeszédét írja le egy romantikus alkonyati környezetben. A lány újra megidézi az esthajnal csillagot, és arra kéri, hogy őrizze a szerencséjét. Az esthajnal csillag azonban saját világában marad, halhatatlanul és hidegen, ezzel is jelezve, hogy a felsőbbrendű ember, a zseni, nem képes a közönséges emberi világban létezni. Azért is zseniális ez a mű, hiszen mindhárom mű nem megjelenik benne. Vers formája van, 4 soros versszakokban van íródva, jambikus ritmus jellemzi, 7-8 szótagos, vagyis a román népballadák ritmusához igazodik. A történet az az epikus szálat képezi, illetve a párbeszédek alapján a drámai műnemhez sorolhatjuk be. Azért is egyedülálló ez a mű, mert a versen végzett utolsó simítások azt bizonyítják, hogy Eminescu értékelte az eredeti népi művet, és nagyon fontos volt számára a román nyelv alapszókincse.
A vers végleges alakjában nagyon kevés új keletű szót tartalmaz. A vers 98 szakaszos, 392 verssort tartalmaz, 1908 szót, melyből 1688 latin eredetű. Ilyenfajta monumentális